A brazil hatóságok összesen 85 ezer fegyveres katonát és rendőrt vezényeltek ki, hogy védjék és biztosítsák a nagyszabású sporteseményt. Ennek ellenére elkerülhetetlenek az incidensek az egyébként sem a biztonságáról híres brazíliai városban. Szinte mindennaposak a lövöldözések és a drogkereskedőkkel vívott harcok. A béke az olimpiai játékok ideje alatt sem köszöntött be. A minap három elit osztagos rendőrre nyitottak tüzet az olimpiai játékoknak otthont adó brazil nagyvárosban. Egyikük könnyebb sérüléseket szenvedett, míg a másikat fejbe lőtték, őt azonnal megműtötték, állapota stabil. A harmadik rendőr megúszta a sérülések nélkül. A hatóság emberei, akik egyébként az ötkarikás játékok helyszíneinek biztosításával megbízott, 5000 fős különleges rendőri egység tagjai állítólag rossz helyen fordultak le, így keveredtek egy bandák uralta környékre, írja az AFP. A hét elején kedden újságírókat szállító buszra lőttek rá Rio de Janeiroban. A kosárlabda versenyek helyszínétől az olimpiai parkig közlekedő járműre két lövést adtak le. Az utasok közül senki sem sérült meg súlyosan. A betörő ablakok üvegszilánkjaitól ketten sérültek meg könnyebben.